Napokon belül 4 építkezés kezdődik el, tovább fejlődik a kerékpárút hálózat Miskolcon. Az egyik szakasz Felső Zsolcát köti majd össze a Borsodi megye székhellyel. A munkaterületet már átadták a kivitelezőnek. A beruházás részleteiről kedd reggel sajtótájékoztatón számolt be a miskolci városvezetés. A polgármester elmondta, a kerékpárút hálózat fejlesztése nem csak a közlekedés, hanem a turizmus szempontjából is kiemelt jelentőségű. Térképen látható az útvonal, ahol az új kerékpárút épül majd. A beruházásnak köszönhetően Miskolc és Felsőzsolca összekötetésbe kerül. A munkaterületet ma adták át a kivitelező részére, a fejlesztés részleteiről a miskolci városvezetés sajtótájékoztatón számolt be. A polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője elmondta, az új szakasz több mint 1 kilométer hosszú lesz. A mögöttem látható járda a József Attila főúttal párhuzamosan szélesítésre kerül, és azon kerül kialakításra az a kerékpárút, ami Miskolcot Felsőzsolcával összeköti. Ez a nyomvonal, ez elindul innen az XXL parkolójától, egészen az M30-as, az autópálya felhajtó előtt jobbra le fog kanyarodni, ott egy újonnan létesítendő kerékpárút egészen az M30-as autópálya alatti tulajdonképpen alagút alatt, tehát az autópálya alatt fog átmenni, és be fog csatlakozni a régi felsőzsolcai körforgalomhoz, ahol most jelen pillanatban az árvízvédelmi emlékmű található. A mostani projekt részeként nem csak ez a szakasz épül meg, hanem további 3 is. Elkészül a Cserfa utca Mexikóvölgy közötti összekötő erdei kerékpárút, valamint a Mexikóvölgy és a Diósgyőri vár közötti szakasz, a Kondor Béla utcán pedig kerékpáros nyomot alakítanak ki. Maga a projekt összköltsége az meghaladja 300 millió forintot, amelyben a jelen projektelem 115 millió forintot ölel fel, foglal magába. Ez a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósul meg, azaz rövid nevén a TOP keretében. A beruházás segíti Miskolcot abban, hogy egy élhető, zöld, környezettudatos várossá váljon már középtávon is, mondta Badány Lajos alpolgármester. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mikromobilitást ösztönözzük, legyen szó akár kerékpárról, vagy elektromos rollerről, vagy bármely környezetkímélő közlekedési eszközről. Ezen beruházások egyik legfontosabb lépése például a kerékpárutak fejlesztése, amely szakaszos ütemezés szerint zajlik a városunkban. Ezen szakaszoknak viszont az a hosszú távú célja, hogy Miskolcot egy teljes mértékben átszövő, átfogó egymással funkcionális összefüggésben lévő kerékpárút hálózat alakuljon ki, amely egyrészt versenyképessé teszi a mikromobilitást, biztosítja a biztonságos közlekedést, és a város határaiban pedig eléri az országos kerékpárút hálózatot. A kerékpárútak megépülésének nem csak a közlekedés és a környezetvédelem miatt van hatalmas jelentősége, hanem turisztikai szempontból is fontos a város polgármestere szerint. Hiszen Miskolcon évek óta a nagy népszerűségnek örvend a kerékpáros turizmus is. És az állam ér véget, hiszen tervezés, illetve közbeszerzés alatt áll további 6 darab kerékpárról, illetve a kerékpározható útnak a kivitelezése, illetve a végső tervezése és engedélyeztetése. Ezzel válik majd, úgy gondoljuk, hogy kerek egészé itt Miskolc kerékpáros út hálózata. De nekünk ez azért fontos, mert a turizmus szempontjából megbiztosítanunk kell azt, hogy az ide érkező turista például aktív tevékenységet is tudjon folytatni. A polgármester hozzátette, az aktív turizmus fővárosaként Miskolcnak a fő célja, hogy minél több turisztikai attrakciót biztosítson. A kerékpárutak fejlesztése mellett ezt segíti a Miskolctapolcai Őspark és a Csónakázótó megújítása, a Diósgyőri vár fejlesztése, a belvárosban a Horváth tető átadása, az Avas tető fejlesztése, ahol a tervezés utolsó szakaszánál tart, az avasi kilátó felújítása, ami jövő tavasszal indulhat el.